Orbán Viktor felelősségét firtatják a kormányváltók annak kapcsán, hogy Matolcsy György 2011. novemberében állítólag benfentes információkat szivárogtatott ki külföldi bankároknak. A baloldali összefogás pártjai egyértelmű választ várnak a kormányfőtől, tudta-e, hogy mire készül az akkori nemzetgazdasági miniszter Matolcsy György. De azt is tudni szeretnék, a miniszterelnök adott-e utasítást a kiszivárogtatásra. Az IMF bizalmas információként kezeli, melyik hatósággal, mikor és miről tárgyal. Erről Gary Rice beszélt egy sajtótájékoztatón. Az IMF nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója azt mondja, nincs információja a konkrét esetről, így nem is tudja kommentálni azt. A Nemzetközi Valuta Alapnál azonban létezik egy megállapodás, hogy bizalmasan kezelik az egyes hatóságokkal folytatott tárgyalások részleteit, az azokkal kapcsolatos információkat. Ki volt még ott? Az aznapi árfolyamozgásokból látni lehetett, hogy mondott valamit Matolcsy György. Erről már Zdeborszky György beszélt reggel a Start című műsorunkban. A közgazdász úgy vélte, Matolcsy sosem dolgozott bankban, lehet, hogy fogalma sincs arról, hogyan viselkednek a bankárok. Ezért Amerikában valakit akár 100 év börtönbüntetése is ítélhetnek, hogyha benfentes kereskedést folytat, vagy benfentes információt szivárogtat ki. Tehát itt a bank, amelyikkel ugye az ebédet elköltötte Matolcsy úr, annak a banknak a tisztviselői éltek az információval, éltek az alkalommal. Hát bolondok lettek volna, hogyha nem éltek volna. Az MNB utólag igyekezett cáfolni, de ha igaz, ami a jórészt Matolcsy Györgyről szóló könyvben szerepel, nevezetesen, hogy 2011-ben külföldi bankárok társaságában csak úgy mellékesen megjegyezte, Magyarország felvette a kapcsolatot a Nemzetközi Valuta Alappal, akkor nem csak Matolcsy Györgynek kell lemondania. Az Együtt PM képviselője szerint Orbán Viktor is magyarázattal tartozik. Tudott-e arról, hogy Matolcsy György mire készül? Adott-e utasítást Matolcsy Györgynek arra, hogy szivárogtassa ki ezeket az adatokat a Goldman Sachs bankárainak? Más kormánytagok rendelkeztek-e azzal az információval, hogy Magyarország az IMF-hez fordul, és szereztek-e ebből a benfentes információból egyénileg hasznot? Szijjártó Pétert külön nevesítette a képviselő. Arra kíváncsi, hogy az ő hirtelen vagyonosodása kapcsolatban van-e ennek a bizalmas információnak a kifecsegésével. A kormányváltás nem csak Matolcsy György lemondását, hanem a legfőbb ügyész vizsgálatát is kéri. Szerintük szükség lenne még egy piacfelügyeleti eljárásra is, ám az az intézmény, amelyik korábban ezt végezte, már a Nemzeti Bank része. Vagyis most éppen Matolcsy György felügyelné a vele kapcsolatos vizsgálatot.